Térképek és metszetek alapján Győrvára, Erődváros a Rába partján címmel készült el a 750 éves jubileum alkalmából egy újabb győri kötet. Ez a középkortól egészen a 16-17. Századig ábrázolja a győri vár történetét és azt, hogyan is festhetett az erődítmény az adott időszakban. A könyvet, ami a polgármester személyes kedvence, kedden mutatták be a városházán. Erre a könyvre vártam a leginkább, hogy megjelenjen, mert a 750 éves Győrnek azt hiszem, hogy az egyik alapját az adta meg, hogy fejlődhetett, és főleg azokban az évszázadokban, amikor viharosabbak voltak még, és a hadászatban elég sok támadás érte a várost. Hát nyilván a török invázióban csúcsosodott ez ki annak idején. A vár rendkívül jelentős szerepet játszott, hiszen ez védte meg Győrváros lakóit attól, hogy lekaszabolják őket az ellenfelek. Illetve az adta meg a Győrnek azt az erő látszatot is, hogy azért volt, aki jobbnak látta elkerülni Győrvárát és Győrvárosát. Úgyhogy most megjelent. Fantasztikus dolog az, hogy láthatjuk azt, hogy a középkorban hogy nézett ki ez a település, és azóta, hogy fejlődött. A polgármester hozzátette, amikor a vár védelmi funkciója megszűnt, akkor a téglákat széthorták és a győri házak falaiba építették. Így ma is találhatnak olyan épületet a győriek, melyben egy évszámmal ellátott tégla őrzi a vár egy darabját. A városvezető szerint a könyv emellett nem csak a győrieknek szól, hanem azoknak is, akik kedvelik a történelmet, a művészetet vagy a hadászati dolgokat. Paszternák István szerint egy hiánypótló kötet született. Mindenkinek voltak itt Győrben kötképei arról, hogy milyen lehetett a győri vár korábban. Eljárkált a folyóparton, a Káptalan dombon, a vármaradványokból próbált a fejből kiszerkeszteni ezt a dolgot, és ment is valakinek jobban, valakinek kevésbé. Itt ennek a könyvnek a szerkesztői, szerzői, és még inkább azok, akik a könyvben szereplő 3D-s rekonstrukciókat rajzolták. Ez egyébként a könyvnek szerintem az egyik legnagyobb erőssége, hogy ilyen könyv még Győrről nem jelent meg soha idáig. Ezek rapszódikus munkával mind Magyarországról, mind pedig Nyugat-Európából, főleg Bécsből, de akár még Svédországból is összeszedegették azokat a térképeket, képi ábrázolásokat, vedutákat, amelyek Győrnek ezt a korszakát ábrázolták. A köteten többen dolgoztak, a legnehezebb pedig az volt, amikor a történelmet, az elképzelést és a metszeteket találkoztatni kellett. Amikor a rajzolók, a grafikusok rajzoltak, terveztek, felállítottak valamit, és azt megvitatták a szakértőkkel. Érdemes a neveket is megemlíteni, Buzás Gergely régész kollégánk, a Visegrádi Mátyás Király Múzeum igazgatója írt a középkori Győrről, Domokos György kollégánk, a újkori magyar hadiépítészet egyik legkiválóbb szakértője írt a 16. századi győri erődítményről, ami miatt Erődvárosnak nevezhetjük Győrt, illetve Székely Zoltán művészettörténész, akit itt Győrben nem kell bemutatni, hiszen a Rómer Múzeumnak az igazgatója helyezte ezt az erődítményt a művészettörténet összefüggésébe. A könyv a jubileumi könyvsorozat részeként megvásárolható a Barosúti Látogatóközpontban, a Lokálpatrióta könyvesboltban és a Győr Plusz Média székházában 2021 forintért.